sétálni. Mi az, hogy sétálni? Hogy jött egy karnagy ahhoz, hogy sétáljon? Ez egy ilyen karnagy, kérem, ma van a születésnapja. Az ember a születésnapján születik, és nem sétál. A karnagy sétál. Csak nagyon röviden. Jó helyzetben van a színház vezetője, amikor két oldalról is megerősítést kapott. Az egyik az, hogy Szeller Dávid bár igen fiatalnak tűnik, lassan 20 éve ismerem, 20 éve erősödik az a bizalom benne, hogy a színészi alakítások magas színvonalú megformálásán túl egyéb dolgokat is képes. Nagyon sokszor segített már ki bennünket különböző nehéz helyzetekből, szerepátvételek, új szereplők megdolgozása, akár legyen ez koreográfia, vagy éppen prózai munka. És egyre látszik az a átfogó, áttekintő képesség, ami egy rendezéshez kell. És egyáltalán nem izgultam, amikor megkértem őt arra, hogy rendezzen egy darabot. Ebben is gyors volt, nem kért sok gondolkodási időt, azt hiszem, hogy másnapra megszületett a válasz. Ő nem csak rendezi, koreográfálja is a darabot, tehát dupla súly. A másik jó érzés az pedig az, hogy láttam főpróbákat, és láttam működésben azt, amit ő művelt. Rendkívül ízléses, nagyon szórakoztató, nagyon jó mértékkel működő darab minden vonatkozásban, és ami egy harmadik jó érzés, hogy a társulat, akik játsszák a szerepeket, nagyon szépen álltak mellette, és teljesen simán és segítőkészen együttműködve történt ez a folyamat, úgyhogy én szerintem egy kiváló előadásnak nézünk elébe. Én már mondhatom a nézők előtt, ez legyen inkább egy kis kezdcsináló, és hát nem lehet megúszni ezt az előadást, ahol Molnár Ervinnek saját magával kell találkozni a színpadon. Úgy érzem, hogy ez is egy teli találat, és az Ervin karakterformáló képessége, humora további lehet, kibontakozásra további lehetőségeket kapott. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó képviselőit, és köszönöm Vándorfi László igazgató úrnak, hogy nekem megadta ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit más szerepben is kipróbálhatom magam most ennél a színháznál, és én ezt a bizalmat, én ezt úgy szerettem volna mindenképpen meghálálni, hogy a Pannonhalmi Színház profiljához híven, és hűen egy nagyon finom, viszont pörgős és nagyon, nagyon jó ritmusú előadást próbáltam színre vinni. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy perc üres járat nincs benne, nem egy perc, egy
két másodperc üres járat sincs benne, hiszen pörögnek az események elejétől egészen a végéig. Bonyodalmakból bonyodalmakba kerülünk, legfőképpen Molnár Ervin karaktere, mind a két karaktere. Én még azt is szeretném elmondani, hogy bevallom őszintén, szerintem ezt el is mondhatom, hogy én eleinte egy kicsit attól tartottam legbelül, hogy hirtelen megváltozott helyzetben hogyan fognak hozzám a kollégák, a színész kollégáim viszonyulni, de hál' Istennek az első próbának az első percében ez az aggályom eltűnt, hiszen ők is tudomásul vették a játékszabályokat, mint ahogy én is, és egy nagyon-nagyon jó próbaidőszakot tudhatunk magunk mögött, sok közös ötleteléssel, közös gondolkodással, ami nagyon segítette a munkánkat, hál' Istennek. Egy elég intenzív és feszített munkatempón vagyunk túl, de ehhez mi már szokva vagyunk természetesen, és egy együttes erővel én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis előadást sikerült színpadra vinni, és a felhőtlen szórakozás a garancia Molnár Ervin, én ezt itt most aláírom, és ki is jelentem 100%-osan, hiszen a veszprémi közönség ugye már nagyon jól ismeri Ervint, és én azt gondolom, hogy ha Ervin fölmegy a színpadra, akkor ő neki szinte már nyert, ugye van, hiszen olyan jelenléttel és olyan alázattal tud a színpadon működni, ami szerintem példaértékű ebben a színházi világban. És hát természetesen ennél a darabnál meg duplán kijön Ervinnek a karakterformáló képessége, hiszen olyan éles karaktereket tud megformálni, ebben a darabban kettőt is, és szinte összekeverhetetlen a gróf, illetve a dömötör, hiszen mindegyiknek kitalált ő is együtt közösen gondolkodva olyan éles és pontos jelrendszert, jeleket, amiből a néző tudni fogja, hogy éppen most ki van a színpadon. Mondja zsám! Egyedül vagyok én itt? Igen, méltóságos uram. Maga sincs a szobában? De igen, én itt vagyok. Na hát akkor nem vagyok egyedül. Jöjjön, csípjen meg! Jó, tehát igen. Na ide hallgasson, zsám. Figyeljen nagyon. Ismeri maga azokat a hölgyeket, akik itt vannak? Nem ismerem. Nem is látta őket? Dehogy is nem. Szóval ismeri? Nem ismerem. De itt vannak. Nincsenek itt. Nem laknak itt? De itt laknak. Hát ezt kérdezem maga, szerencsétlen blótárs. Ja, úgy ismerem őket. Hát persze, hogy ismerem. Csak arra gondoltam, hogy a méltóságos gróf úr azt kérdezi, ki csodák, mert azt a gróf uram még nem mondta. Hogy azt én még nem mondta? Hát zsáv, azt már mondtam magának, hogy maga hülye. Még nem. Na hát akkor most mondom. Ide hallgasson a hölgyekről, meg fogjuk állapítani, hogy ki csodák, megértette? Tökéletesen. Tehát, mikor érkeztek? Kik? A hölgyek! A méltóságos gróf úrral tetszettek érkezni. Nem tetszik rá emlékezni? Velem. Igen. Mi célból? Azt én nem tudom, azt a méltóságos gróf uram még nem mondta. Hogy azt én még nem mondtam? Hát zsák, azt már mondtam magának, hogy maga marha! Még nem, csak azt, hogy hülye. Na, akkor most mondom. És? Mikor érkeztek meg velem? Körülbelül 3 hete. Mikor? Körülbelül 3 hete tetszettek megérkezni. Zsa, mondja meg, mi van a kezemben? Puska! Ez puska? Igen, tudom, a méltóságos gróf úr ezzel tetszett lőni. Bum-bum! Ez meg bundult. Zsa, figyelj, mikor érkeztek? 3 hete. Most érkeztem, érti maga szerencsétlen, most érkeztem! Tehát, mikor érkeztem? Most tetszett megérkezni. Nagyon. És kikkel érkeztem? Hölgyekkel tetszett megérkezni. Egyedül érkeztem, egyedül! Tehát, hogyan érkeztem? Egyedül tetszett érkezni. Nagyon jó. Nozsák, figyelje a kezemet. Látja, mennyit mutatok? 5-öt. Látja. Na, Zsán, figyeljen!
Érti, amit mondok? Tulipán! Tulipán! Hát már hogy ne értenénk, drága jó gróf uram, tulipán! Érti. Na ide hallgasson, Zsák! Ha én azt mondom magának a tulipán, akkor maga mosolyog, megértette? Tulipán! He-he-he! Érdekel. Tulipán? He-he-he! Nagyon jó, egész jó reagál. Tulipán? He-he-he! Na mondja, Zsák! Mikor érkeztem? Most! Kivel? Egyedül! Tulipán! He-he-he! Nagyon jó! Na figyeljen, Zsák! Én most elmegyek, és átöltözök. Maga telefonáljon az Alhambrába, érti? Mondja le, mert nem megyek vacsorázni. Sehova sem megyek. Ha pedig hívja fel az orvost, jó? Mert meg akarom vizsgáltatni. Maga. Megállom, mikor érkeztem? Most kivel? Egyedül! Tulipán! Köszönöm a Fülászló igazgató úrnak is, és Szelle Dávidnak is azt a bizalmat, amit megszavaztak nekem. Én mindenképpen megpróbáltam ebben a dologban helytállni, és szerintem egy nagyon-nagyon jó próbaidőszakon vagyunk túl, tehát amellett, hogy tényleg feszített volt a munkatempó, ami nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon jó volt a hangulat. És mint ahogy a színházban, a színház önmagában is egy csapatmunka, ennél a produkciónál is ez nagyon érezhető volt egészen az első próbától az utolsó pillanatig, tehát azokat az impulzusokat, amiket a Dávidtól kaptunk a nézőtérről, azokat mi próbáltuk visszaadni, és ugyanígy, tehát ahhoz, hogy ez azért ilyen rettentő jól tudjon pörögni, ahhoz azért nagyon precíz háttérmunkára is szükség van. Itt azért én mindenképpen szeretném megemlíteni a Lencsés Mártont, aki azért a háttérbe, mint asszisztens végig a próbaidőszak alatt is, és most az előadás alatt is rettentő precízen a kezébe tartja a dolgokat. De ugyanígy az összes többi kollega is a színpadon. Tehát az, hogy ez így tudjon működni, ez nekem tényleg egy jutalomjáték, és nagyon-nagyon jól érzem magam a színpadon, de ez azért is tud így működni, mert nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozhatok együtt, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Szívesen. Szívesen. Jaj, ezt ne nekem mondja, beszélje meg a mamával, de nagyon siessen, mert már csak ez az egy ujjam szabad. Tetszik nekem kegyet kell, érdetőnek vegyem. Nagyon nem várhatok sokat.